Boldog új évet! Szeretettel köszöntelek ismét, immáron mi a negyedik évünket kezdjük az Artemis Asztrológia YouTube csatornáján, és köszönjük szépen kitartó figyelmedet, hűségedet, visszajelzéseidet és minden támogatásodat, amit tőled kaptunk. Csatornát azzal a küldetéstudattal indítottuk, hogy segítsük az asztrológia általános érvényű elterjedését az analógiás gondolkodásmód segítségével, a világ és önmagunk jobb megértését. Ezt szolgáljuk az Artemis Asztrológia Akadémián is, amelynek vezető tanára vagyok. Ebben a videóban a január első hetének általános asztrológiai aktualitásaival szeretnélek megismertetni. Ahogyan ezt már megszokhattad, a megfelelő képekkel szimbolizálva, minőségi videótartalommal. A mellettem lévő ábrán láthatod a január 1-i planéta, nullaórás planéta óra állásokat, nullaórás planéta állásokat, amely gyakorlatilag megegyezik, mondhatom, az év kezdett planéta pozícióival is. Ugyanakkor fontos, hogy bár beléptünk, mondhatjuk így a nap évébe, 2024-be, ugyanakkor ez a dátumkezdés a kozmikus mozgásokhoz szervesen nem kapcsolódik. Mondhatom, hogy az emberiség életében ez egy közmegegyezéses kezdet. Most 2024 hétfői nappal veszi kezdetét. Hétfő nulla órás planéta pozíciók vannak tehát a belső körön, a külső körön pedig a vasárnap éjféli planéta pozíciókat látod. Most is kiemeltem a legfontosabb tartalmakat, amelyek ezen a héten, a 2024-es év első hetében velünk lesznek. Nevezetesen, ha az előző heti videómat hallgattad, akkor tudod jól, hogy a nap a két sorsplanéta általi pozitív fényszög kapcsolatban egy úgynevezett kis trigon alakzatban bontakozott ki. Ez az alakzat elkezdett lassan már oldódni. A nap a Szaturnusz megfontolt tervezői működésmódjának a támogatásából fokozatosan eltávolodott. Ugyanakkor még a hét elején a Jupiter segítő inspirációja, lehetőségeket, jövővel kapcsolatos új vágyak, inspirációk megszületését támogató fényszög hatásában benne áll. Kiemelt pozícióban van a Jupiter, hiszen vacsárnap, tehát december 31-én szilveszter napján fejezte be az előző időszakra jellemző hátráló, hosszabb ideig tartó hátráló mozgását, és itt irányváltásban van. A sors lehetőségeket magában hordozó planétája, így valóban számunkra is, kisebb vagy nagyobb léptékben, de új lehetőségeket hoz az életünk horizontján. Feltűnhetnek új elképzelések a külső világ segítségével is, de ha figyelünk önmagunkra, akkor belülről is megérezhetjük, hogy mi az, ami a saját életünkben bennünket hív, vonz, segít, és inspirál, hogy általa többek legyünk, nagyobbak legyünk, hogy növekedjünk. A Jupiter segíti a horizontunkat, a látásmódunkat tágítani, magasabb aspektusból, akár szimbolikus nézőpontból rátekinteni a világ és az élet eseményeire, és ilyen módon hasznos támogatást tud ebben a folyamatban nyújtani minden, ami az asztrológiához kapcsolódik. Nálunk is évkezdet van, mi is nagyon sokat foglalkozunk ilyenkor az előző évnek a lezárásával, és egyben természetesen készülünk a következő év kezdetével, ami nálunk január 10 és 15 között van az új első modulra a beiratkozás, ami elsődlegesen a saját személyes horoszkóp ábrádon keresztül vezet és tanít meg az asztrológia csodálatos nyelvezetére. Ha érdekel, akkor az asztrologiaoktatás.hu oldalon tudsz tájékozódni képzésünkkel kapcsolatban. Mindenképpen érdemes kihasználni a Jupiter növekedést serkentő támogató hatását, ezzel az irányváltással még hangsúlyosabbá fog válni.
Emellett, hogy a napnak a Jupiterrel a pozitív fényszög hatása még fennáll, a Jupiter még közvetítő, azaz áthidaló aspektusban még kapcsolatban van a Szaturnusszal is, a sors planéta párjával, úgyhogy még egy rövid ideig velünk lesz a két sors planétának a harmonikus együttműködése, ami a precíz tervezés és a megalapozott vagy megfontolt előkészítés után a fejlődésünkben az új irányok felé lépét nagyon szépen meg tudja támogatni, hiszen teret, időt és lehetőséget kapunk a saját elképzelésünk mentén a tovább lépésre, legyenek ezek kisebb természetű dolgok, de akár nagyobb volumenű lehetőségeket is biztosít. Azzal, hogy a Jupiter befejezte a hátráló mozgását, gyorsabban mozog, mint a Szaturnusz, úgyhogy egy pár hét és a Jupiter-Szaturnusz áldásos, pozitív, harmonikus fényszög hatása, ami a befektetett energiáink, erőfeszítéseinknek a sikerével kecsegtet bennünket és támogat meg, ez fokozatosan el fog halványulni, gyengülni. De még most itt van, velünk van az első héten. Emellett, ami szintén fontos hatás, és a 31. hetünket, két ünnepkör, karácsony és szilveszter közötti időszakot nagyon jelentősen fémjelezte, az a Mars-Merkur együttállása a Neptunusszal való feszült fényszög hatásban, kvadrátban. Emlékeim szerint nem sikerült megfelelő képet beraknom az előző heti videóban, most ezt pótoltam. A Merkurral való bizonytalanságát, kaotikusságát szimbolizálja mellettem az itt a piros, hol a piros jelenetet ábrázoló, piaci jelenetet ábrázoló szimbolonkártyakép, ami ugye a kommunikációban, a gondolkodásmódban, a hétköznapi világ valóságához való viszonyunkban hozhatja úgymond a bizonytalanságot, a káoszt, a labilitást. A külső kép, tőlem távolabbi kép pedig az, ami nem megfelelően tettem be, kicsit a neptuni hatásra alá kerültem, mondhatom én is, hiszen pontosan ilyen jellegű dolgokban ez megmutatkozhat, hogy valamiben elcsúszunk, nem vettünk megfelelően jól figyelembe, nem voltunk elég precízek, odafigyelők, és emiatt a szétszórtsággal és a dolgok céltévesztettségével lehet találkozni. A külső képet megnézed, szimbólum kártyacsomagban a Szent Őrült címet viseli, akkor ugye van egy eléggé lestrapált, hát lovagnak nem éppen mondható, férfi a fának dőlve, akinek csak szamara van, és eléggé csorba, kicsorbult még a kardja is, hogyha közelebbről megnézed, ugyanakkor magáról sokkal többet képzel. És ennek a fényszöghatásnak a képi szimbolikája alapján ezért fontos odafigyelnünk arra, hogy valóban, amikor ilyen neptuni diszonáns hatások vannak, akkor sokkal könnyebb illúziókat gyártani önmagunkkal, másokkal kapcsolatban, illetve a fényszög hatásban abszolút benne van a kiábrándultság, a csalódás, a becsapottság érzés. Hát a becsapottság az úgy gondolom a mellettem lévő képről is abszolút lejön, mondhatom így, sugárzik. Tehát ennek a feszült diszonáns fényszög hatásnak fokozatosan oldódó élményét éljük meg, de alapvetően még csak a Mars tekintetében, hiszen a Mars már 27 fokon van, a Neptun még 25 fokon, tehát az exakt pozíción túl vannak. Ugye az előző héten, szerda csütörtökön voltak a legkritikusabb napok ezzel a bepontosodással kapcsolatban. Ugyanakkor a Merkur, mivel hátráló mozgásban van, és látható már, hogy a vasárnap éjféli planéta pozícióban már előrébb tart, tehát már ez is mutatja azt, hogy a Merkur befejezi a hátráló mozgását ezen a héten, és ezért még vissza fog térni a Neptun, tehát ezt a itt a piros, hol a pirost, ha szimbolikusan akarom kifejezni, képi ábrázolásmód által kifejezett élménycsomagot még vissza fogja hozni. Ugyanakkor a Mars már ebből a komplexumból, fényszög komplexumból tovább fog állni, és így egy picit enyhülni fog az egész fényszög hatásnak a jellege. De ettől függetlenül leginkább majd másodika lesz az az a nap, amikor még erőteljesen urrá lesz rajtunk az ehhez kapcsolódó élmény. Emellett, ami szintén látható, hogy nagyon szoros kapcsolódást mutat,
a Vénusz és a Szaturnusz feszültségéhez kapcsolódik. Hétfőn érkezik meg a Vénusz abba a pozícióba, az esti órákba, hogy be fog pontosodni, illetve nem is annyira este, mert még 14 óra 26 perckor be fog pontosodni a Vénusz és a Szaturnusz kvadrátja, ami a mellettem lévő szimbolon kártyaképpel ábrázolja azokat a dolgokat, amiről az előző heti videóban úgy beszéltem, hogy bizony időszerű foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyek mondhatom az elmúlt évben veszteség formájában begyűrűztek az életünkbe, és időszerű időt adni, elidőzni az érzelmi veszteségek akár fájdalmában, és azokból a megfelelő tanulságokat levonni. Kapcsolatok tekintetében a fájdalmas hiányokat tudja erősíteni, akik magányosak, azok ebben az időszakban még erőteljesebben érezhetik a magányosságot, vagy éppen ahol a kapcsolatok, egy adott személyes kapcsolat eljutott egy fordulópontra, hiszen bőven voltak olyan asztrológiai hatások az elmúlt hetekben, amelyek kikényszerítették bizonyos idejét múlt, lejárt személyes emberi kapcsolatokban a változásokat, itt időszerű ezeket elengedni, elgyászolni, átélni, hogy innentől mondhatom én úgy is, hogy új év, és az új év küszöbén már egyedül vagy bizonyos kapcsolat nélkül lépünk tovább. Foglalkozhatunk a számunkra fontos, érzelmileg sokat jelentő személyek kell is, akiket esetleg halál miatt elveszítettünk az elmúlt évben, kifejezhetjük hálánkat, tudatosíthatjuk azokat az értékeket, amelyeket a hozzáfűződő kapcsolatból nyertünk. Tehát a Szaturnusz-Vénusz kvadrátja bár fájdalmasan szembesít bennünket a kapcsolatainknak a veszteségével, ugyanakkor üzenetében mégis benne hordozza azt, hogy menjünk közelebb az érzelmekhez, menjünk közelebb ahhoz, amit érzünk, hiszen az tud igazán fájni, ami jelentőséget hordozott az életünkben, és ezt a fényszög hatás segíti tudatosítani. Tehát a Vénusz-Szaturnusz kvadrátja az új év napján fog bepontosodni, és lehet, hogy az elmúlt napok, vagy éppen a szilveszter feszültségéből kifolyólag egyszerűen csak a kedvetlenséget és a fáradtság élményt hozhatja, vagy felszínre bukkanhatnak olyan hatások, hogy várjuk valakinek a jelentkezését, akár az újévi jókívánságait, és tudomásul kell venni, hogy onnan már nem érkezik az, ami úgy gondoljuk, hogy mi várakozásra tekintettünk elé. Tehát kapcsolatok tekintetében időszerű és fontos is a megtörtént veszteségeknek a feldolgozása, illetve önreflektív módon lehetőségünk van abban a saját részünk tudatosítására is. Nézzük, mi az, amit még ez a hét tartogat számunkra. Alapvetően ugye ezek a legfontosabb fényszög kapcsolatok, amelyek kísérnek bennünket a hét folyamán. Ahogy mondtam, a Merkur-Mars együttállás az már szépen látható, hogy szétbomlik, a Mars ráadásul jegyet is fog váltani az első héten, és a nyilas, nagyon is izgága, tüzes, és a szent igazságérzettől hajtva nagyon hamar, türelmetlenül, lendületesen akár másokat leuralva és türelmetlen aktivitásra késztető hatása fokozatosan lecsillapul, és a baki egyébe, ahogy belép, onnantól sokkal inkább a saját feladatainkra és a céljainkra tudja irányítani stratégikus módon a tettvágyunkat és a figyelmünket. Egyébként ez a jegyváltás majd csütörtökön 15 óra 58 perckor fog megtörténni. Tehát a Mars jegyváltása is kiemelt figyelemmel követendő, illetve az, ami most már egy jó néhány hete minden heti aktualitásban bekarikázva láthatsz, illetve a BAK havi aktualitásokat, amelynek szintén időszerűsége van, hiszen azzal, hogy új évkezdet indult el január 1-ével, ezzel együtt még a BAK havában vagyunk, a téli napfordulón még épp hogy átfordulva. Egy nagyon fontos aktualitás van, a Plutó ismételten készül a jegyváltásra. Ez egy nagyon-nagyon jelentős, nagyon érzékeny pozíció, ahol áll, és a hatásait
globálisan az egész világ folyamataiban, és valószínűleg a saját privát életünkben is valamilyen jellegű fontos, nagyobb, akár kényszerítő erejű, kívülről jövő, vagy belülről erősen inspirált rendszer változás formájában éljük meg. Hiszen a bak jegyének végén halad, szinte összeszedeti velünk olyan az utolsó fokon álló planéta energiája, főleg úgy, hogy már tavaly márciusban egyszer belépett a vízöntő jegyébe, hátráló mozgással ide visszajött, mint egy ismételtetni, mondhatom, számon kérni mindazt, hogy mit tanultunk 2008 óta, miközben a bak jegyén haladt át a Plutó, mit tanultunk a saját, illetve közösségi szinten is a globális életünkből, milyen rendszerekre látunk rá, amelyeknek a kényszerítő átalakítása most már kikerülhetetlen, hogyan lettünk, mondhatom, bölcsebbek lettünk-e. Én azt látom sajnálatos módon, hogy 2008 óta az emberiség összességében nem lett bölcsebb, hiszen még mindig, sőt, az elmúlt évben egyre több kisebb, illetve nagyobb háború is kezdetét vette. Ugyanakkor ezzel együtt olyan fényszughatások is fent álltak, amelyek transzcendens minőséget, tehát a szellemi ébredést, és ilyen értelemben a nagyon-nagyon jelentős egyéni gondolkodásmód váltást is támogatva van ebben a planéta pozícióban. Illetve a Plutónak az elmúlt időszakban egy szép harmonikus, úgymond a transzcendens planéta testvéreivel harmonikus fényszög kapcsolatai is folyamatosan és erősen inspiráló spirituális szellemi energiákkal támogattak bennünket. Tehát jegyváltás határán van, és bizony krízist okoz minden olyan gazdasági, pénzügyi, politikai területen, ahol a makacs régi rendszerhez való ragaszkodás áll fenn, és ott elindul bizony az úgynevezett áthangoló, leromboló szükség szerint főnix hatásként újra teremtő hatása, amihez nagyon gyakran minél erősebb a magas ragaszkodás, annál inkább erőteljesebb, külső társadalmi, vagy éppen a természeti környezeten keresztül tetten érhető gyors események hozzák a komoly tanítóleckéket. Tehát ott áll a Plutó, és bizony az első hét vége után rövidesen át is fog lépni ismételten a vízöntő jegyébe. Erről már egyébként találsz a vízöntő jegyébe lépő Plutóról, hiszen 2023-ban már volt egy pár hónapos időszak, amíg megmutatta nekünk a várható jellemzőit. Erről már szintén itt a YouTube csatornán találsz videót. Szóval ők a főszereplők ezen a héten, és ha megnézed, látható, a belső ábrából indulunk mindig ki, hogy az új év kezdete, amikor a visszaszámlálás megtörténik, szűz, holdas hatások alatt zajlik. És bizony így a hétnek az eleje is még szűz-hold hatása alatt zajlik, ami azt is jelenti, hogy a figyelmünk a hétköznapi eseményekre, a rendszerek, a dolgok összesítésére fókuszál, a szűz hold az a józan reális kritikai érzéket segíti fókuszba kerülni, és egyébként a vak nap, új év napján a szűz holdal egy pozitív fényszög hatásban is fent áll, ezt is lehet látni, hiszen egy nagyon rövid ideig tartó éjfél környékétől a reggeli órákig tartó, úgymond nagy trigonalakzatba egészíti ki a nap Jupiter pozitív fényszög hatását. De ez a harmonikus fényszög alakzat, ahogyan a holdhoz kapcsolódó egyéb feszült, hiszen nem csak a nap és Jupiter trigonját egészíti ki nagy trigonnál, a hold itt az új év pillanatában, kezdő perceiben, hanem a Vénusz-Szaturnusz feszült kvadrátját, T-kvadrátát egészíti ki. Hold gyors mozgású, úgyhogy a nap lecsengése, az első, új év első napjának a lecsengésekor már ebből a hold által létrehozott zárt alakzatokból már, mondhatom így, nem lesz semmi, vagy legalábbis a hold már tovább fog mozdulni, mint a nap Jupiter
pozitív, mint pedig a Vénusz-Szaturnusz feszítő fényszög hatásából. Ahogy mondtam, a Vénusz-Szaturnusz kvadrát hétfőn, ugye 14 óra 26 perckor pontosodik be, és úgy csütörtökig, péntekig mindenképpen még velünk van, segítve és kényszerítve is, úgymond inspirál bennünket arra, hogy gyászoljuk és engedjük el azt, ami már nem tud a saját vágyaink és kedvünk szerint alakulni ebben az évben. A Merkur lesz a következő fontos hatás, másodikán, hajnalban, kora reggel 4 óra 7 perckor befejezi az aktuális hátráló mozgását. December 13-a óta volt ebben az úgynevezett hurok mozgásban, és jó néhány dolgot ismételtetett velünk, fókuszba hozott. Nem engedett úgymond új vizek irányába evezni, hanem visszairányította a figyelmünket olyan témákra, olyan feladatokra, amelyekkel már korábban foglalkoztunk, úgyhogy amikor direktbe mozdul, innentől kezdve lehet a figyelmünket, akár tanulás, akár ügyintézés, kapcsolatok ápolása tekintetében, vagy kommunikáció tekintetében az új irányok felé nyitni ismételtem. Így, hogy a Merkur befejezi a hátráló mozgását, az évnek ebben a periódusában már csak, még valameddig egyébként, már nem olyan sokáig, már csak az Uránusz lesz egyedül planéták közül hátráló mozgású. A többiek, mondhatom így, szabadon haladnak előre a saját útjukon. Ami a keddi napunkat uralni fogja, ezért jó tanácsként előrevetítem, ha teheted, másodikára még vegyél ki szabadságot. Hiszen a Hold be fogja fokozatosan feszíteni a Neptunnal való bizonytalan fényszög hatást. A Neptun ugye a Marssal és a Merkurral is diszonáns fényszög hatásban van még jelen, és ahogyan megérkezik a szűz jegyének az utolsó dekanátusába, úgy fokozatosan T-kvadráttá fogja kiegészíteni az amúgy sem könnyű fényszög alakzatot. Úgyhogy ennek hatása alatt alapvetően azt fogjuk érezni, hogy el vagyunk fáradva, kiábrándult, fásult, kedvetlen hatásokat élhetünk meg, így kicsit ilyen szétszórtak lehetünk, és ezért alapvetően lehet egy olyan élményünk, hogy semmi nem elég jó, semmi nem tetszik, mindennel kapcsolatban sokkal kritikusabban és érzékenyebben viszonyulunk, vagy mindenhez sokkal kritikusabban és érzékenyebben állunk és reagálunk. Így ez a fajta hangulati nyomottság, fáradtság, kedvetlenség abszolút befolyással tud lenni minden olyan folyamatra, ahol pontos és precíz figyelemre és a dolgok beindítására van szükség. Úgyhogy jó tanács lehetőség szerint akár munkaadóknak is mondhatom, érdemes még másodikát kihagyni és szabadságolni mindenkit, hogy újult erővel, valóban majd egy nagyobb lendülettel, precízebb hozzáállással lehessen elkezdeni a dolgokat, hiszen itt inkább csak a káosz, a bizonytalanság, a szétesettség, a szétszórtság, semmit nem találunk, nem értjük, nem úgy van, és igazából nagyon sok hiba, hiánypótlás a dolgok újraindítására lesz majd szükség. Ezt érezhetjük otthon is, másodikán ne akarjunk még újévi nagy takarítást tartani. Tehát engedd meg magadnak, hogy lazuljál, ha fáradt vagy, pihenjél, csináljál olyan dolgokat, ami kedvedre való, és ugyanezt jó eséllyel engedd meg a környezetedben másoknak is, ne legyenek elvárásaid, hagyd, hogy történjenek a dolgok. És leginkább a kritikai észrevételeidet, a segítő szándékú kritikai észrevételeidet is tartsd meg magadnak. Hiszen ez a szűz hold ideje ezt nagyon tudja hozni. Hogy én csak azért mondom, mert szeretnék neked, veled jót tenni. A hold szerdán meg fog érkezni, 1 óra 46 perckor már a mérleg jegyébe, és egészen pénteken 13 óra 39 percig ebben a jegyben marad. Egyébként ugye fogyóholdas hatások vannak, ami az energiák aktív kiengedését is hozza, és így sokkal inkább kapcsolatorientáltan tudunk már egymás felé figyelni, nagyobb a megértés is, mondhatom úgy, hogy meg tudunk érkezni a másokkal való
lehetőség szerint harmonikus és pozitív kapcsolódásban legyenek ezek munkahelyi vagy egyéb emberi viszonyok. Ezt a pozitív kapcsolódást segíti, hogy a már nyilas jegyében haladó Vénusszal a Hold 13 óra 15 perckor pozitív fényszög hatásban ad egy támogató kapcsolódást, és valóban az odafigyelés, a beszélgetés, a kommunikáció így jobban adva van, illetve kedvünk szerint tölthetünk közös időt is a számunkra fontos emberekkel. Csütörtökön még mindig mérleghold hatások lesznek, de a Mars megérkezik oda, hogy a mérleg, ugye nem a mérleg, a nyilas, tüzes és inspiráló jegyéből, ahogy mondtam, egy picit higgadtabb területre, a bak stratégikus, precíz, pontos munkavégzést támogató jegyébe megérkezik, és az a szent érzékenység, az igazságtalanság, a másképp gondolkodók megtérítési igénye, vagy akár a vallási, bármilyen ideológiai nézőpontbeli különbségből fakadó érzékenységünk is bennünk is, vagy ezt tapasztalhatjuk, hogy ez így a világban is egy picit csökkenhet, és így fókuszáltabbak tudunk lenni a feladatokra innentől kezdve. Egyébként február 13-áig lesz a bak jegyében a Mars. A csütörtök délután még, ami fontos lehet, hogy mérleg jegyén haladva a hold, a leszálló holdcsomóponttal áll együtt majd este 19 óra 52 perckor. A múltban fontos kapcsolatok, a romantikája, tehát előjöhet a múltból, vagy tényleg találkozhatunk valakivel, aki fontos volt a múltból, vagy elkezdünk mi magunk érzelmileg foglalkozni többet valakivel, aki fontos volt a múltunkból, és ez nem csak párkapcsolati dolgokról szólhat. Pénteken a hold tovább fog majd lépni a Skorpió jegyébe, ugye 13 óra 39 perckor, de előtte körülbelül egy órával, mielőtt elköszön a mérleg jegyétől a Plutóval való kvadrátjában, és segíti, hogy akár idejét múlt érzékenységekről, illetve olyan érzelmi reakciókról gondolkodjunk, amelyek visszatérően akár problémát vagy megakadást jelenthetnek az emberi kapcsolatainkban. Mi az, ahol nem annyira tudunk magunkért kiállni, vagy mi az, ahol túlzottan alárendelődünk, és az ehhez kapcsolódó feszültségek így felszínre bukkanhatnak, és ha ezt sikerül tudatosítani a Hold-Plutó kvadrát idején, akkor a Skorpió Hold támogatott fényszög hatásai mentén, illetve Skorpió Hold idején, ami végig velünk lesz szombaton és vasárnap is, gondolkodhatunk, illetve a belső lelki folyamataink kerülhetnek fókuszba. Tehát a Skorpió Hold a január első hétvégéjén bizony erős önismereti jelleget hordoz magában, ilyenkor kevésbé figyelünk másokra, inkább befelé fordulunk, vagy védjük magunkat az érzelmi sérülésektől is, de egyben, ha megvan a kellő inspirációnk és a megfelelő támogatás például, akkor a különböző érzelmi megakadásainkhoz közel mehetünk ezekben az időszakokban. Tehát az elengedést nagyban meg tudja támogatni a Skorpió hold hatás, amúgy is fogyóholdas inspirációjú ez a Skorpió hold, és ahogyan átlép pénteken ebbe a jegybe, először a Marssal, majd pedig a Szaturnusszal is pozitív fényszög hatásban, segíti azt, hogy olyan érzelmi mintákkal foglalkozunk, ami valahol a saját önérvényesítésünkhöz és a saját határaink meghúzásához kapcsolódik. Szombaton és vasárnap is ugye skorpióhold hatások vannak, inkább ha valamivel foglalkozunk, akkor a rejtett dolgok érdekelnek bennünket, kutakodók lehetünk, egy jó krimi sorozat, izgalmas fejtegetésekre, jó meglátásokra, intuícióra igényt tartó filmeket nézhetünk, vagy pszichológiai összefüggéseket, spirituális tartalmakat magában hordozó filmekkel, podcastekkel, beszélgetésekkel, könyvekkel tölthetjük az időt. Tehát minden olyan, ami így a saját lelki mélységeinket meg tudja szólítani, ennek időszerűsége lehet. Skorpió jegyén, ahogy halad át, szombaton az esti órákban, ez a hold a pak nappal egy pozitív fényszög hatásban,
segíthet egy precíz megfogalmazást is azon dolgok tekintetében, amelyekre magunkban rájöttünk, vagy segítheti a beemelést, ahogy mondjuk a terápiás munka során megtörténik a tudatosítása az adott nehézségnek, ami mindig egy nagyon-nagyon fontos lépés az elakadásoknak a feldolgozásában, az, hogy belátjuk, hogy ez probléma, tudatosítjuk, hogy ez a miénk, hiszen enélkül nem fogunk tudni rajta változtatni. Egy ilyen belátást, elfogadást segítő fényszög hatás mutatkozik meg a nap és a hold pozitív fényszög hatásában. Vasárnap a Skorpió hold hajnalban 2 óra 24 perckor az Uránusszal szemben áll, úgyhogy akik esetleg itt pótszilvesztert tartanának szombatról vasárnapra virradóan, ott lehet, hogy számíthatnak olyan váratlan, hirtelen eseményre, ami, ahogy szoktuk mondani, nem várt módon lehet szokatlan, meglepő, akár mulatságos is, vicces is, de egyszerűen csak az aktuális elképzelésekből kibillentő hatás, úgyhogy erre érdemes fókuszálni. Ugyanakkor ez a reggeli órára már tovább is halad a hold, ebből a fényszög hatásból el fog múlni, de a hold fokozatosan 13 órára beérkezik a Neptunnal való pozitív kapcsolódásba, ami erősíti a délutánnak az olyan dolgokkal való időtöltését, hogy kedvenc zene, kedvenc film, minden olyan, ami mélyen érzelmileg meg tud szólítani, ilyenkor nagyobb realitással. Érdemes keresgélni olyan filmeket, ami az aktuálisan bennünk dolgozó feszítő kérdéseket hozza például fókuszba, minden olyan film, művészeti alkotás, akár festés, rajzolás erősen segítő lehet, hiszen a Skorpió hold megtámogatja a saját mélységeinkből a gyógyító erők felszínre bukkanását, és a Neptunnal való pozitív fényszög hatásban még a belső képi világunk és intuíciónk is ezt abszolút tudja segíteni. Amivel zárjuk aztán a hetet, az nem más, mint hogy a hold elköszön a Skorpió jegyétől, és megérkezik a nyilas területre, de ez már késő éjszaka történik meg, hiszen lehet látni, hogy egy fokig halad el az éjféli pozíciójáig a hold, úgyhogy a nyilas jellemzői igazából majd már a második hétnek az elején fognak kibontakozni. Hát ezek a legfontosabb asztrológiai tartalmak, amelyeket azért hoztam ide, hogy segítsem, legyen az asztrológia tiéd is, hogy általa könnyebben el tudjál boldogulni a külső, illetve a belső világodnak az eseményei között, és mivel már negyedik évébe lépünk a csatornák működésének, a társadalmi munkánknak, a köszönet mellett, a több mint 12 ezer, lassan 12 és fél ezres feliratkozó táborunknak, mindig megragadom az alkalmat, hogy kérjem a támogatást, hiszen nektek különösebben az elkészült videókban már nem kell nagy energiákat belefektetni, viszont segíthetitek a kollektív ébredezést, a szellemi, spirituális látásmód egyre intenzívebb terjedését, aminek egy nagyon fontos előszobája a megfelelő önreflektív önismeret, amit mi a pszichológiai szemléletű asztrológiában abszolút képviselünk. Úgyhogy kérlek, segíts a videóknak a terjedését, megosztással, kommenttel, lájkkal, visszajelzéssel, bármilyen kérdés, ami az aktualitáshoz kapcsolódik, ezt tudod jól, hogy bátran felteheted itt a komment szekcióban. Köszönöm most is megtisztelő figyelmedet, és még előttünk van a szilveszter éjszakája, hiszen most is megelőzően készült ez a videó, nem január 1-én ülök le én sem a videókat elkészíteni. Ha követed a munkánkat, akkor tudod jól, hogy pénteken már mindig aktívan elérhetővé szoktuk tenni a következő heti aktualitásokat, úgyhogy innen még 2023 végéből kívánok neked megfelelő, feltöltő hangulatot, nagyon jó évzárást, legyen veled a megfelelő bátorság, hogy el tud engedni mindazt, amit el kell engedned 2023-mal, és legyen erőd, érezd
ha benned is munkáló inspirációt, ami meghív az új évvel együtt az új irányokba. És várlak vissza, elérhető lesz, elérhető most már a 2024-es videó is, úgyhogy ne felejtsd el, hogyha érdekel ezt is megnézni, és várlak vissza hamarosan a következő heti aktualitásokkal, ahogyan ezt már megszoktad, 2024-ben is számíthatsz ránk a továbbiakban is.